Szeret hímezni? Inge kímzéséhez keres autentikus mintákat? Akkor nincs más dolga, mint végiglapozni az Ungvári Skanzenben megjelent legújabb kiadványt. Vagy inkább ölelje szívéhez, ugyanis a kiadvány címe Hímzett Ingemet szívemhez ölelem. A népi hímzés motívumok gyűjteményét a kulturális kapcsolatok kulturális mobilitása határmenti régióban a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határokon átnyúló együttműködése 2014-2020 között című nemzetközi projekt keretében adták ki. A kiadvány a nemzetközi projektünk része, melyet a szlovákiai és a romániai partnereinkkel viszünk végbe. Részünkről két albumkatalógus kiadása volt a feladat. Múzeumunk készletgyűjteménye ikonjainak, valamint a kárpátaljai népi hímzés hagyományos példái albumkatalógusának bemutatása, amelyről most beszélünk. A népi hímzések gyűjteményét a 19. század végéről a 20. század elejéről származó női és férfi ingek, valamint terítők alkotják. Ezeket a példányokat, melyeket a 20. század 20-as, 30-as éveiben Maria Hricek gyűjtötte össze, az Ungvári Skanzenben lehet megtekinteni. Ő népiskolai tanítónő volt, és a rahójárási Rászocska községben született. Az összegyűjtött kollekció rendszerezése véget Maria Hricek kartontáblákra varta fel a hímzéseket, ezzel nagyban megkönnyítve követőinek dolgát. A gyűjtemény unokája révén az 1980-as években került a múzeumba. 10-15 évvel ezelőtt, miközben kollégámmal a népi öltözetet, a népi hímzést tanulmányoztuk, szemügyre vettük ezt a gyűjteményt, amely gyakorlatilag alapja lett a díszítő kompozíciók rendszerezésének, csodálatos forrása a népi hímzések tanulmányozásának. A kiadvány szerzői arra törekedtek, hogy Kárpátalja összes néprajzi csoportja helyét kapjon benne, de leginkább a hucorságot helyezték előtérbe, mondja a kiadvány társszerzője. Természetesen leginkább a hucorságot mutattuk be, hiszen a tanítónő többnyire a rahói járásban gyűjtött. De megismerhetjük a bojkók, dolisnyákok, lemkók hímzés világát is. Ezek a tétsői, huszti, perecsenyi, munkácsi járásból származnak. Tetyana Szolohubkocán bemutatja a táblákat és elmagyarázza a hímzések üzenetét. Például azt, amelyik a rahói járásban található gyertyán Liketet jellemezte. Az egyik legősibb motívuma az őrző. A huculok fejes mintának nevezték ezt a hímzést, hiszen ez a rész egy fejre emlékeztet. Itt pedig az ég felé emelt két keze látható. Ez az őrző jelkép, vagyis a nőé, az anyáé, a földanyáé. Nem csak a huculok körében, hanem a teljes ukrán népi kultúrában nagybecsben volt. És miként is válik a hímzőmesterek hasznára a kiadvány? Ця книжка цінна не тільки за своїм таким історичним, етнографічним наповненням. A könyv nem csak történelmi, néprajzi szempontból értékes, hanem a hímzőmesterek számára is hasznos, hiszen ihletet meríthetnek belőle, autentikus hímzés mintákat találhatnak benne. Схеми для вишивання таких сорочок дійсно наших автентичних. A kiadvány egyébként nem csak a kézművesek számára készült, hanem a kárpátalja kultúrája iránt érdeklődő néprajzkutatók, művészettörténészek számára is.